A csütörtöki közgyűlés több órás vita után 7 igen és 10 nem szavazattal elutasította azt a határozati javaslatot, amely Valaskó Balázs támogatta az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói székében. Mindenről név szerint szavazhattak a képviselők. Az eredmény az intézmény fenntartói viszonyait is átrendezheti a közeljövőben, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Tanácsadó Testületének delegátjai Blaskó Balázst támogatták. Mirkocki Ádám polgármester elmondta, azt szeretnék, hogy a színház ne legyen a politikai csatározás színhelye. Hozzátette, a városnak fiatalosabb művészéletre, kultúrára, valamint magas nívójú színházra van szüksége. Blaskó Balázs 2011. február 1-től töltötte be az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztját. Színészként és színházigazgatóként most egy Madácsi idézet jut az eszembe. Lucifer mondja Tankrédnak, Ádám Tankrédnak a 7. színben, amely Bizánc, hogy tragédiának nézed, nézlek ott komédiának, s mulattatni fog. A közgyűlés szintén név szerinti szavazással döntött Szőcs Artúr a Miskolci Nemzeti Színház rendezőjének kinevezéséről, amelyet 10 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtak. Nagyon-nagyon megtisztelő, és igyekszem majd olyan színházat csinálni, hogyha megtehetem, hogy az egriek és az egész ország büszke legyen rá. A közgyűlés döntése értelmében 2021. február 1-től Szőcs Artúr töltheti be az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztját.